reméljük örülni fog az ajándéknak. Ó, milyen nagyon álljunk, már 10 éves lett. Menjünk gyorsan. Boldog szünnapot! Egy újabb kártyajáték? Úristen, ez mi volt? Egy új telefon volt! Nem már. A kislányom, mi volt ez a csattanás? Mit csinálják akkor? Ha kaptam egy új telefon, eltörtem. És nem merem elmondani a szüleimnek. Mondd azt, hogy ez csak egy ilyen háttérkép. Nem tudom, gondolom, hogy leesett. Mi ez a kezedben? Új telefon, nagyon köszi. Mi történt a képernyőjével? Ez egy új háttérkép. Mutasd csak. Biztos, hogy ez egy új háttérkép. Melyek soliban? Mondd azt, hogy csak összecserélted egy barátoddal véletlenül. Már is mész? Azt mi fontos hoztátok rám. Tetszett az ajándékod? Nagyon jó, viszont most mennem. Sziaszt! Csináltok róla egy képet? Hogy csinálok róla közben egy selfie-t? Inkább most. Beállok mi. Jó, de jó. Mi történt a képernyőddel? Egy barátommal elcseréltem. Vannak barátai? Aha. De ilyen korán egy barátodnál voltál? Akkor nagyon mennem kell. Ez azért kicsit sántít. Mondta, hogy éppen beültél a nagymamádhoz, és túl hangosan hallgatott operát, azért elrepett a képernyő. Ja, mi tudok? Szia, Nagi! Ti ettől komolyan nem süketültök meg? Figyelj csak, mi történt a telefonoddal? Egy nem volt ilyen. Szerintem az operától volt. Amikor megsüketült volna Nagyid is. Meg kitört volna az ablak, ezt nem tudod? Vald be az igazságot, és mondd el, mi történt. Anya, apa, már elfogtam annál a telefont, én törtem be. Akkor megkaptam, mert elrejtettem. Hát, ha már ezt elmondtad, nekünk is mondanunk el valamit. Ez igazából a Nagyi telefonja. És mivel úgyis egy fekete telefon szerettél volna, ezért megkapod. Úristen, anya, apa, nagyon köszönöm szépen! A szüleim átvertek, és igazából most van egy telefon, mert megszívottak engem. Ne, kérlek, ne, már újra, nem hiszem el.